Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Kértétek, jöjjön Loki 2020. Tényleg kértétek? Na, és mindig nemet mondtam rá, mert hogy azt mondtam, hogy ez 7 év alatt semmit nem változott ez a Warframe, és annyira kiegyensúlyozott, hogy fölösleges róla videót csinálni, aki lokizni akar, az, az menjen idő, 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 idő és láthatatlanság. És kész, ez a Loki. Megvan oldva. Idő és láthatatlanság. Mm. Uh, és annak és most mondom, hogy annak, aki nem akar mélyebben foglalkozni ezzel a karakterrel, ennek csak ennyit javaslom. Javaslok, hogy adjál neki sok időt, és mennyi láthatatlanba a többit pedig meg, a többi képesség meg nem számít, meg van oldva az egész, viheted spyra, viheted ova akarod. De nem hiába létezik az a fogalom, vagy létezett, másra arra meg tudja, de létezik egy olyan fogalom a Warframe-ben, hogy Loki elitista, jó, eh, hogy csak hogy tudjátok. Na, de ez nem hiába van. Az azért van, mert egyes játékosok a Loki tekintették az Istenek fölött az Istennek, ha a Warframe-re került a sor, és mindent Lokival oldottak meg. És gyerekek, a Loki tényleg megold mindent, minden küldetést. Defense, -t, Survivor, Spite, Mobile Defense, mindent. N Nem, fog... Egy dolont akarsz vadászni Lokival? Meg, 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 fogod tudni tenni. Miért ne, miért ne tudnád megtenni? Uh, kurva egyszerű. Elmondom nektek, hogy... Um, fogjátok a paraszésziszt. Oké. Okay. Már Mert ugye az szentientek ellen igen OP. Modoljátok be szépen szentientek ellen, ahogy illik. Menjetek oda, menjetek láthatatlanba természetesen a Sentient-től, de így is bejelik a damage-et. De akkor értelmszerűen úgy kell kibildálni, hogy kicsit a lock el tudjon nyelni némi damage-et. Azt hiszed, hogy nem lehet, de lehet. Arcane Guardian-nel megoldható, egy Adaptation-nel megoldható, egy Vitality-vel megoldható, vagy egy Umbra Lokival általánosan véve megoldható. A lényeg az, hogy kibírd azt az egy-két lövést, mert úgyis tenózol az időd legnagyobb részében, ugye, az dolon ellen. Na most, hogyha lelőtted a shieldod, sildet fogd a paraszésziszed, mennyi láthatatlanba a Loki-val, és kardoz le a rákba a limbeket. Na most ezt azért mondom, mert a Loki láthatatlanságba stealth damage bónuszt kap, éke -ék erősebbet fogsz kardozni. Valamikor régen úgy mutattam be ezt a Warframe-et, amikor elkezdtem Warframe videót csinálni, úgy mutattam be a Lokit, hogyha úgy látod, hogy a kardod úgy fog, mint, hogy, mint hogyha még sohasem fogott volna. Azt hiszed, hogy a modolásod a kardodban a mint amit egyszer össze összetudtál volna hozni, akkor csalódni fogsz, mert kijön mellette melletted Loki a láthatatlanságból, és ja, csak azért. A Loki lázatlanosságban erősebbet kardozik. Oké, okay, stealth damage multiplier -e van neki, de nem kapod meg cserébe azt a bónuszt, amit kapnál stealth damage multiplier-ben. Az azt jelenti, hogy minden kardod kurvára fog vágni. Ja, úgyhogy Loki és a láthatatlanság nagyon-nagyon jó barátok, és nagyon-nagyon sokáig lehet vele húzni mindenféle Survivor-ön. Viszont ugye az a baj például a survivorre, hogy a láthatatlanságban mész, akkor az enemik nem igazán fognak leszpónolni és jönni felé, így aztán a Lokinak, mióta jöttek a különböző update-ek a játékra, némileg megnehezedett az élete. De, ha hiszitek, hanem Loki élete nem mindig. A láthatatlanságból állt. Nem hiába létezett a fogalom, hogy elitista. És ha bár nagyon sokan csak a láthatatlanságot látják a, a, a Loki-ban, vannak kevesen játékosok, akik a Lokit választották első karakternek, hogy a többek között én is, és ki kellett ismerik ezt a karaktert, igen, igen, erősen ahhoz, hogy minden játékmódban hely tudjunk vele állni, mert hogy ugye hát az elején csóró vagy, nem engedhetsz meg magadnak új warframe nincsenek jó módjaid, és aztán van ez az egy szerencsétlen Loki, van a szerencsétlennek kb. 100 armorja, érted? Élete semmi, energiája semmi, semmilyen nincs, és meg kell tanulni ezzel a karakterrel igen, igen jól játszani. Szóval, ezért az emberek felfedezték a nem csak láthatatlan lokit. Felfedezték azt a lokit, ami nem csak láthatatlanba ö, erős. És amit láttak itt a képernyőn, ez az egyike azon példáknak. És most szólok, hogy ennél unalmasabb játékot még sosem fogsz kapni egy lakitól, mint amit, amit itt láttak ezen a képernyőn. A teljes 100%-os szerszer, mértékben kiveszi az izgalmat. A játékban annyira könnyű. Úgy értem, annyira könnyű. És ez hard mod, amit, amit itt láthatok. Tehát. Az itt lévő százas enemik, azok normál mód asnak felelnek meg nagyjából, és ezt képes a Loki lehozni. Remélhetőleg elég ez a bizonyíték számotokra. Szóval, hogy az Istenbe létezik ez, hogy az egyik legkönnyebben esendő karakter képes ilyen uh, erőre. Hát nem is erőre, inkább a uh, loki a trükkje az a tömeg szabályozás. Félértés ne essék, ha kapsz egy random meg ugyanúgy meghalsz egytől, meg fogsz halni. Mert a Loki, mert a Loki gyenge, ha életre kerül sor, de viszont egy ügyes játékos kezében meg se fog mozdulni az élete ennek a szerencsétlen karakternek. Szóval, uh, hogyan lehet létrehozni különböző fajta lokikat, amelyek nem a láthatatlanságról szólnak? Oké, okay, erről fogunk beszélni, Eze, ezek köré ilyen modolásaim is lesznek. Tulajdonképpen természetesen megmutatom a láthatatlan modolásomat, és a másik kettőd is, amivel készítem számotokra. Ha tudjátok, hanem a lokinak az Ultimate képessége, az sebez az infestedre. Igen, jó hallottátok, az infestedet megöli. Ami, amennyiben a többi enemit le, a lefegyverzi, így az infestedet nem lefegyverzi, hanem frankon sebzi. Jó lenne rá egy augment mod, mondjuk, ami kifejezetten valami státus, fél, elementál damage-et is adna, de kifejezetten sebzi. Így aztán régebben egészen, hogy is mondjam, olyan 40-es szintig el tudom mondani nektek, hogy ha egy 300% fölötti erővel rendelkező lokit nyomtok, egy olyan 40-es szintig megöli az, az a kisebbeket megöli, a nagyobbakat kb. kétszer le kell újtizni, hogy meg tudja ölni. Szóval ja, és nagyon tehát mivel, hogy ugye egy körben pusztít a Loki, így aztán minden, ami előtted, mögötted van, mindenféle szart, a Loki simán le tud ultizni, hogyha Infestedről van szó. És így aztán létezett egy Infested elleni Loki is, és ezt is szeretném nektek megmutatni, némileg felhúzva ezt a mai Warframe standardre, ha lehet így mondani, kicsit felmódosítva egy-két mod cserével tulajdonképpen hozzávaló árkének és a többi uh, továbbá célszerű uh, tenó árkénekről is fogunk beszélni és esetleg fókusziskolával is amelyikre a Lokival esetleg szeretnél menni de igazából mindegy, mert mindegyik fókusziskolával egész jó barátságban uh, van na de, vágjunk is bele nem nagyon húzom az időtöket szóval ha modolásokra kerül a sor mint mondtam, létezik a standard láthatatlanságban vagy, és darálsz mindenkit, és teljes mértékben működni fogsz teljes mértékben működni fog az, az egész történés. Oké. Okay. Fontos, lényeges vadok, amire koncentrálni kell. Irradiating, diszár, esetleg naturált talent a gyorsabb elkapcsolás érdekében. Idő, idő, idő. Amit uh, látjátok, nem kell bele vitality, semmi, 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 nagyon erős önmagába. energized strike, értelemszerűen, hogy kardozás, amelyek láthatatlanságban. Spy mission kezdve mindenhova. Mindenhova. Oké, okay. ez a mindenhova loki modolás na de, ahogy, ahogy, ígértem, beszélgessünk az Infested Loki-ról, Infested elleni Loki-ról. Uh, rakhattok Blind amit látja, ez egy forma, szóval erre ráfokuszálnak egy Loki Prime egy formában. Tehát négy forma a sima Loki-ba, azt um, mehettek sima fullos Blind is, de csak 1307 1560 at fog sebezni uh, az ultia az infestedre, Szóval annyi, annyira nem nagy a különbség, így aztán um, egy kisebb blind rage gel gyakorlatilag uh, többször tudom elkapcsolni az ultit, mint csak 70-be kerül az ulti, szóval ja, és 744 energiából kijön egy, um, egy pár szó. Antitoxin értelemszerűen, mert hogy a rohadt infestet kurva na ez a toxikus áltas, legalább némi ellenállása legyen a toxira, toxinra, de ezt kihelyettesíthetitek egy adaptationnel is, megeshet, hogy jobban jártok. A című történet, úgyhogy maradjunk az adaptationnel. Vitality, just in case, de ez ugye nem arról szól, hogy láthatatlanba mész, hanem az arról szól, hogy ulti, 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 és mindenkit leultizol a rákba, ezért van szükséged egy Energize című történetre. Szóval, ja, ez, ez lenne Infested elleni Loki. Szerintem, ja, elég OP. Csinálhatsz ebből Umbrát is? Hogyha, hogyha teljes mértékben jól mint mondtam, hogyha egy dolont akarsz vadászni loki val úgy gondolom, hogy az Umbra egy kiváló, um, le, egy dolom vadászó uh, Loki lenne című történet, mert, mert hogy <laughs> igazából tudnál vele vadászni egy dolonra. Um, és a c konfigban az az, amit uh, ebben a videóban láthattatok, uh, ja, rolling guard overextended és vitality, equilibrium. Ez a fontos. Equilibrium, vitality, rolling guard. Irradiating disarm. Ezek, ez a három, négy mod, ez a négy mod nagyon fontos. Irradiating disarm, amit látjátok, radiation damage ad az ellenfélnek, és lefegyverezi őket, ugye az ulti. Lefegyveri radiation, egymást kezdik el ütni magyarul. Egymást kezdik el ütni, és nem rád fókuszálnak, te pedig csak bim-bim-bim nyomod le őket, mint a hülyéket. Szóval, ja, kurva egyszerű. Mondom, hogy hogyan kell játszani ezzel a bildel. Oké, okay, szokni kell egy szekvenciát. Ezzel a bildel, egy egy sorrendet magyarul. Oké, okay, de ahhoz, hogy ezt tudjátok, át kell mennünk egy kicsit a tenóba. És kivételesen a rolling art. Szóval szerezzétek be, úgy gondolom, hogy egy igen fontos módja jelen pillanatban, sajnos. Egy fontos módja ennek a ennek a buildnek, de ugyanakkor uh, akár így is csinálhatjátok, csak akkor nagyon lecsökken a rangetek, amit nem javasolnék. De uh, Adaptation-nek nagy hasznát nem veszitek, mert egyszer kap be egy nagy lövést a Loki és meg fog feküdni. Így a Vitality-vel egyet kibír, ugye amíg lemegy a sírja, és utána hal meg. Adaptation-nál pedig nagyjából pontosan ugyanegyit bír ki letesztelve. Szóval azért annyira nem uh, erőltetném az Adaptation-t. A következő a módszerem. Oké? Okay? Na, akkor kapaszkodj meg. Kitenózok, a tenóval a, és a magus a normáik, az magusz anomalival, az árkénnal, meg fogom mutatni, összehúzom őket, tehát a zenurik összehúzása is ugyanígy működik. Összehúzza őket, ugye? A Magus Anomaly, mondjuk csak akkor húzza össze őket, amikor visszamegyek a, 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 a Warframe-be, amikor visszatransferelek a Warframe-be, akkor a Warframe felé húzza az enemiket. Oké? Okay? Szóval, kitenózok, oda megyek közéjük. Visszatransferelek a Warframe-embe, az összehúzza az enemiket, miközben én kigúrulok kiguru onnan az enemik közé, tehát enemik közül kigúrulok az aktiválja a Rolling Guardot, és 2,9 másodpercig jelen esetemben uh, hallhatatlan leszek. Radiation Disarm, szóval bocsánat, félreért, Első uh, elsősorban Radiation Disarm, kitanozók köréjük, vissza Warframe-be, összehúzza az enemiket, kigorulok közéjük, bekapcsolom a Rolling Guard, közéjük lövök egy kuva Brommával. Tessék, újra hasznot találtam a kubo bromáddal. Ezért a Sentinel, amit vinni akarsz magaddal, az a Carrier Prime vagy a Sima Carrier. A lényeg az, hogy ezeken szent, ezt a Sentinelt kell vinned magaddal. Oké, okay. pár másodperces láthatatlanságod van, hogy kimenjél a szarból, hogyha szükség van rá. De, mint egyszer mondtam, irradiating disarm, tehát Ultizol, és irradiating diszám, ulti irradiating diszám, lefegyverzés egymás ellen fordítja őket, kitenózol közéjük, és függően, hogy melyik fókusziskolából van, különböző képességgel fognak elsülni, kitenózol közéjük, be vissza a a Warframe-et be, kigorulsz, aktiválódik a Rolling Guard, bim, 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 közéig a mert nagy sebzésre van szükséged, és voilà, Szefini, már is meghalt mindenki a környékeden. Ehhez szükségeltető Ö, dolgok. Menjünk a tenóra, hölgyeim és uraim. <kül> Árkének, amiket érdemes használnod. Magus Anomali. Magus Anomali négyes szinten 25 méterről minden enemit a warframe felé húz. Ha nem akarsz Magus ano Anomalit használni, akkor Zenuri kiskalát kell használjál. Nem muszáj. Semmit sem muszáj ezek közül igazából. Ez csak javaslat. Um, szóval, ja, Magus Anomali összehúzza zenemüket. Magus Vigor, miért? Mert hogyha ki megyek a warframe ből akkor plusz 250-et töltök. Hát a 250 élet az 500 életes lakinak nagyon nagy segítség. Amúgy. Szóval, ja, uh, érdemes ezt a két árként használni. Na most, ha úgy gondolod, hogy nem akarsz vigort használni, mert jó vagy vigor nélkül is, akkor használhatsz egy magus lockdown-t. És ez 12 méreteren ugye mindenkit föltözköd. És te mivel ugye összehúzod őket az anomalival, a lockdown, ezért bekerülnek a lockdownnak a 12 méteres rádiuszában négyes szinten uh, amúgy. Uh, ugye, vagyis hármas szinten, bocsánat, mert eddig még nem foglalkoztam az, hogy kihúzzam. Um, és, és összehúzza őket, lelokkolja őket egy helybe. Na de én nem a zenurikkal használom, és nem e, azzal az, szóval, hogyha fókusziskolára kerül a sor, akkor hölgyem és uraim, én madurára e, mennék, hogyha arról van szó. Mert hogy, van itt egy ilyen képesség, ugye ez a Blazing Dash. Elvakítja őket magyarul. Ez azt csinálja. Tehát azon kívül, hogy tűzzel égeti őket, uh, stanolja is az zenemit, és azt se fogják tudni, hogy hol van. Kétszeres Crowd Control csinálsz, hogyha érted, mire gondolok. Egyik az irradiating diszármal, uh, és megtámadják egymást, másik még el is vakítod őket, és miközben kigorúsz, onnan halhatatlan is leszel, és lesz időd, lenyomni őket. Szóval én a madurai iskolát választanám, hogyha Loki ményezni uh, akarnál mert hogy az Energize megoldja az energiahasználatot, az energiahasználatodat. Ha netán még brutálozni is akarsz, akkor uh, adjál mellé, kérlek szépen, egy Visp, Wisp uh, Sentinel, Vapor Specter. Nagyjából ezekkel, ezzel a build-el. Tehát, uh, ja, valami ilyesmivel. Ezt, ezt a fegyvert egy Visp Sentinel az első szintű víz azonnal használja az egyes képességét, mindegyiket. Tehát életboost. És folyamatos élettöltés. úgyhogy, ja. Hölgyeim és uraim, javaslok egy Wisp használni über über OP, vagy egy Hildrin Sentinelt használni über über OP. ja. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon durva kompozíciót lehet így csinálni a Loki-ban. Remélem sikerült egy kis újdonságot vinni uh, a Loki-ba, és nem csak azt látni meg benne, hogy láthatatlan, hanem azt, hogy igen erős ultia van az infesztedek ellen, legalábbis egy olyan 40-es szintig, és igen erős tud lenni minden más enemi ellen is, és nem kell a láthatatlanságát kihasználnia. Ettől függetlenül a legerősebb formája láthatatlanságban van. Szóval nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok rá csengőjeleskére, hogy kapjatok értesítést a további videókról, és ne felejtjétek, kiválaszthatjátok, hogy milyen videókról akartok értesítést kapni. Ha csak Warframe, akkor csak Warframe, ha más kategóriájú témájú, akkor más kategóriájú témájú warframe is. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!